A békéltető testületek több mint 15 éve működnek a fogyasztói viták ingyenes, gyors és egyszerű lebonyolítására. A testületben független szakemberek bírálják el a beadott panaszokat, általában 45-50 napon belül. Az elmúlt időszakban több törvénymódosítás is érvénybe lépett, ami az alternatív vitarendezési fórum működését befolyásolja. Nagy hangsúlyt fektet az együttműködési kötelezettségekre. Egyrészt együtt kell működnie a hatóságnak és a békeltető testületnek. A másik dolog, hogy a békeltető testületeknek egymással is együtt kell működni. Eddig, mint külön kis egységek működtünk, most már kötelezővé teszik azt, hogy egymással koordináljuk a problémákat, azokra megoldásokat találjuk, erre indítványt tegyünk. Azon kívül, ami lényeges változás, hogy eddig a békeltető testületek nem voltak nyilvántartásba véve, ezt is elrendelte, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lesz az, aki az országban működő 20 békeltető testületet az Európai Unión megfelelő nyilvántartásba vételét fogja elintézni. Ezeken kívül lényegesen nőtt a fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettsége a vállalkozóknak, ami a tudatos fogyasztói magatartás széles körben való elterjedését szolgálja. Egyrészt előzetesen, még mielőtt nincs panasz, nincs konfliktus a fogyasztó és a vállalkozás között, már akkor van egy tájékoztatási kötelezettsége, tehát tudnia kell a fogyasztónak azt, hogy kitől vásárol, hol van ennek a ügyintézési helye, hol tehet panaszt, ha nem azonos az tehát a vásárlás helyével. Azon kívül, ha panasz eljárás kezdeményezett a fogyasztó a vállalkozással, akkor pedig részletesen tájékoztatnia kell a vállalkozásnak a fogyasztót arról, hogy melyik, tehát a fogyasztó lakóhelye szerinti békeltető testületnek az elérhetőségéről, a címéről, az e-mail címéről, tehát mindent, amit a békeltető testületről tudnia kell. A békeltető testület meghallgatásain ezentúl kötelező a személyes megjelenés, az a vállalkozás, aki ezt nem teljesíti, bírságra számíthat. Ez kis-közép- és mikrovállalkozások esetében 15-től 50 ezer forintig terjed, nagyobb cégek esetén pedig a nettó árbevétel 5%-a is lehet.